Izgatottan nyitották ki ezt a nagy küldeményt a Neumann János Egyetem Kenji Racing Team tagjai. A doboz Spanyolországból érkezett, és azokat a főbb alkatrészeket rejtette, amiket a csapatnak a 2022-23-as MotoStudent versenyen használniuk kell a motorépítéshez. A küldeményben folyadékhűtéses elektromotor, fékrendszerhez szükséges alkatrészek és egy teljes szett slick gumi volt. Az eszközök Spanyolországból a versenyszervezőitől érkeztek. Így megkaptuk most már azokat az alkatrészeket, ami köré úgymond kell egy motort építenünk. Folyamatban van a tervezési fázis, illetve nyilván a gyártási fázis már szépen lassan el fog kezdődni, és a célkitűzésünk, hogy 2023 márciusára, április elejére egy kész motor a kezünkben legyen, amit majd már csak tesztelni kelljen, és nyilván készülni a versenyre vele. Ezeket az alkatrészeket kötelező használni a motorépítés során, de nem módosíthatják és nem szedhetik szét őket. A jármű alkatrészeinek többségét a Kenji Racing Team csapattagjai tervezik meg és gyártják le. A kapott elemek nagyban meghatározzák a készülő motort, ezért a csomag érkezése fontos esemény volt a 20 fős csapat számára. Az elektromos részleg ugye foglalkozik magával az akkumulátor tervezésével, az elektromotorral, a műszaki részleg tervezi meg, hogy hogyan is épüljön fel a motor, hogy legyenek legyártva az alkatrészek, a menedzsment részleg pedig az utazás tervezéssel, a médiával, mindenféle szponzorációval foglalkozik. A Kenji Racing Team a nevezéssel már negyedszer vesz részt ezen a spanyolországi versenyen, és ez a harmadik alkalom, hogy elektromos motort építenek. A legutóbbi versenyen összesítettben 11. helyet érték el, a futamon pedig 7. lett a csapat. Most is hasonló, vagy még jobb helyezést szeretnének elérni.